Egymás után írták alá az együttműködési megállapodást az oktatási intézmények vezetői. Ők azt vállalták, hogy a képzéseikkel segítik a paksi atomerőmű bővítése kapcsán a régióba települő szakembereket és családjaikat. A Tolna megyei szakképzési centrum is csatlakozott a programhoz. Az intézményrendszer kancellárja azt mondta, a térség fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a munkaerőpiac kereslete és kínálata összhangba kerüljön. Na azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy jelentőségi pillanat, mert hogy azok a térségi szereplők, akik itt a kiemelt térségben dolgoznak, élnek, működnek, közöttük, ha nincsen meg az együttműködés, és nincsen meg az a stratégiai közös gondolkodás, ami szükséges ahhoz, hogy a térség fejlődjön, akkor nem tudunk fejlődni. És számomra ez az egyik legnagyobb előnye és lehetősége ennek a mai aláírásnak. Az egyedülálló kezdeményezést a Közép-Dunamenti Kiemelt Térségfejlesztési Tanács kezdeményezte. Mikulás Brigitta elnök szerint kiemelt jelentősége van annak, hogy az egyes térségekben, régiókban gazdasági szerkezetüknek és helyzetüknek megfelelő szakképzési rendszer működjön, figyelembe véve a helyi adottságokat. Széles körben kerestünk meg a Közép-Dunamenti kiemelt térséget érintő, tehát ezt a földrajzilag lehatárolt 99 település vonatkozásában meghatározott térséget érintően azokat a szervezeteket, amelyek képzéssel, szakképzéssel, felnőtt képzéssel foglalkoznak és részt vesznek abban, hogy a munkaerőpiac megfelelően tudja biztosítani a munkaerőpiaci igényeket. Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt emelte ki, a széles körű összefogásnak köszönhetően vélhetően megállítható lesz az elvándorlás. Ha olyan szakmát adunk, és olyan ipar telepítünk, ahol a szakma és az ipar is ugye, kezdettől össze van nézve, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy itt tudnak maradni a fiataljaink. A Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács 99 települést fog közre, jellemzően az ország dél-dunántúli régiójában. A cél, hogy ezeknek a városoknak és falvaknak jelentős mértékben erősödjön a gazdasága a paksi bővítésnek köszönhetően.